Izgalmas és vonzó a technikai, a természettudományos, valamint az informatikai szakmák világa. Legalábbis erről próbálták meggyőzni a diáklányokat a Techcsajok elnevezésű rendezvényen, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, valamint a Debreceni Egyetem műszaki karának közös szervezésében. Az eseményen több vállalat és képzéssel foglalkozó intézmény mutatta be, milyen változatos tanulási és karrier lehetőségeket kínálnak ezek a területek. Mintegy 400 pályaválasztás előtt álló diáklány érdeklődött ma délelőtt a műszaki, informatikai és természettudományos tanulmányok, valamint szakmák iránt. Lovász Nóra jelenleg építészetet tanul a Pécsi Mihály Építőipari Technikumban, de később több lábon szeretne állni a munka világában. Én úgy gondolom, hogy mindenre nyitottnak kell lenni. Üdvözlöm Önöket! Akár nőként, akár férfiként, bármit lehet csinálni, hogyha jól lehet helyezkedni, akkor bármilyen helyen lehet élni, úgyhogy segítsünk. A Debreceni Egyetem műszaki karán a hallgatók mindössze 10%-a lány. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre inkább felbomlani látszik az a sztereotípia, hogy vannak női és férfi szakmák, így a jövőben sokkal több nő jelenhet meg a műszaki pályákon is. Most már mondjuk úgy, hogy óvónőképzőbe is járnak férfiak, és miért ne járhatnának mérnökképzésre hölgyek. Ráadásul a mérnöki munka nagyon megváltozott az utóbbi időben. Sokkal több gondolkodást, problémákon való gondolkodást, probléma megoldást igényel. Építsük a nőkkel a jövőt már ma. Így hangzik a Techcsajok szlogenje. A rendezvény ösztönözni szeretné a fiatal nőket arra, hogy műszaki területeken tanuljanak és dolgozzanak. Az eseményen 10 vállalat mutatkozott be a jövő mérnökeinek és informatikusainak. A kiállítók mellett pedig sikeres női vezetők, inspiráló példaképek is segítettek tanácsaikkal. A fiatal nők számára soha nem volt még jobb az idő arra, hogy álmaik munkahelyét megszerezzék és műszaki területen folytassák karrierjüket. Az iskolák, egyetemek és vállalatok is támogatni fognak titeket ezen az úton, mondta a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke. Debrecen jelentős gazdasági fejlődése is nagy lehetőséget jelenthet a műszaki területeken dolgozóknak. Erről már Puskás István alpolgármester beszélt a rendezvény hivatalos megnyitóján. Debrecen ma a lehetőségek városa, és azon is vagyunk, hogy évről évre, sőt napról napra minél több lehetőség nyíljon a debreceniek vagy a Debrecenben tanulók számára arra, hogy itt képzeljék el és itt építsék meg Debrecenben a jövőjüket. A Techcsajok elnevezésű rendezvényt 8. alkalommal rendezték meg.